Utána kiváló bizonyítvánnyal fölvettek a postahivatalhoz gyakorlónak, utána elkerültem Debrecenbe postatiszti tanfolyamra, azt elvégezve visszakerültem beosztottként a Kenderesi Postahivatalhoz, a főnököm Német József hivatalvezető volt. Volt valami személyes kapcsolat a kormányzó úrral? Hát annyi, hogy bejárt a hivatalba, és a küldeményeket átadtuk neki. A lovat a fához kötötte, bejött a hivatalba, elkérte az ő nevére szóló küldeményeit, az zsebre tette, elvitte, felült a lóra és kiment lovagolni. Láttam az ablakból, hogy a mennyével a gróf Édesheim Mirónak grófnővel, a Horthy Istvánnéval, már akkor a felesége volt, azzal ment ki lovagolni. Úgy szólított először egy kisasszony, és akkor én bemutatkoztam, és mondtam, hogy Donko Ilona vagyok. Ja, azt mondja, Iluska? Ja, azt mondja, maga majdnem úgy néz ki, mint a János Vitézben az Iluska. Olyan kék szemű, szőkehajú kisasszony, ugye? Mondom, igen, így szólítanak bennünket. Akkor így adja nekem a küldeményeimet? Mondom, főméltóság volt a címére szólót, igen. A többit majd a főméltóság asszonyék elviszik. Közénk jött, mi a református daládába szerepelgettünk. Én 16 éves voltam, énekeltem neki, hogy te vagy Horthy Miklós, magyarok vezére, édes csonka hazánk féltett büszkesége. És utána való nap kijött hozzánk egy testőr, a lezredet, szánsegéd, és hozott nekem 100 pengőt, akkor pedig az még nagyon nagy pénz volt. Akkor felsorakoztunk ott bent, akkor elbúcsúzott tőlünk. Megköszönte a szolgálatot, és 43-ban az emlékezetes volt akkor. Akkor azt mondta, tudom, most megnyilatkozást vártak tőlem a háborúval kapcsolatban, ne várjatok. A háború kimenetelét még senki nem tudja. De a háború után jön egy korszak, amikor majd felszínre kerül a szenny, azt mondja, hogy meddig lesz felszínen, nem tudjuk, de jön egy tisztulási folyamat, amikor minden letisztul, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Én akkor láttam utoljára. Nem is láttam többet. Szerették őket? Igen. Házakat csináltak, drága, két sorházat csináltak az oncsaházaknak, és még egy házaspárnak még saját maguk csináltatták meg a házat, mert sok család, és három gyereknek még keresztapja is volt. És tudok egy olyan házaspárt is, akinek már felhúzták a házat, de ajtóablak nem volt, és bementek is azoknak is. Megvették az ajtót, ablakot, akmarték. Úgyhogy nagyon soknak segítettek. Az ádraiskola is nekik köszönhető. És a posta is. Posta is, aztán az állomás. A köves sor. Tessék mondani a néni is, mert te személyesen a kis volt, és tetszett itt dolgozni a kacsába. Azokat kielégítette, ajándékot, ágyneműt, ezt, azt, mindent tölt nekem. Szóval nem olyan nagyon jó volt, és ha mind ott előttünk ment az úton kocsival, és akkor azt megtette a kezivel, hogy üdvözölt bennünket. Ő üdvözölte önöket előre. Igen. Meghaltak Magda Filó 6 évesen, utána a hát ez egy szerencsétlen sorsú család, így adjon, hogy három gyereket teremtettek el. Mint sok felnőtt ember, néhányan mi fiatalok is értesültünk róla, hogy szeptember 4-én újra temetik Horthy Miklóst, és mint az előre látható volt, a magyar kormányzat és az egész hát hivatalos hatalom az úgy gondolta, hogy ezt felhasználja arra, hogy a magyar jobboldalnak teret adjon, hogy elmondhassa a véleményét, és az a temetésen végül is így is alakult. Mi szeptember 4-én szombaton délben, itt a Budapesten, a Vörösmarty téren egy kis demonstrációt szerveztünk,
Fortizmus temetése címmel. El akartuk temetni azt a rendszert, ami a 20-as, 30-as években Magyarországon fennállt, ami egyrészt nem volt demokratikus, másrészt diszkriminált kisebbségeket, elsősorban a zsidó törvények által, és érzésük szerint maga Horthy Miklós is felelős volt azért, hogy Magyarország hadba lépett, illetve később továbbra is részt vett a háborúban. Mi úgy gondoljuk, hogy ha Magyarországon ezt az egész újratemetést valójában nem egy családi eseménynek fogták fel, hanem egy politikai eseménynek, ami ahhoz vezet megint, hogy jobbra tolják az egész magyar politikai palettát. Úgy gondoltuk, hogy ez ellen tiltakozni kell, mint ahogy a temetésen is megjelent nagyon sok háborúban részt vett katona, Horthy rendszerben szolgált csendőr. Tehát ez leplezetlenül egyfajta ilyen tiszteletadás volt annak a rendszernek, és ezt mi nem néztük jó szemmel. Maga a temetés sem az történt, hogy tulajdonképpen politikai beszédek hangzottak el, akár akarjuk, akár nem, hiszen az ott mind a Horthy hozzátartozói, mind a helyi falu vezetői ilyen beszédeket tartottak, ezt meg lehet nézni szerintem akármelyik újságban, illetve maguk a beszédek után tapsok voltak. Na most én nem tudom, hogy egy temetésen például szokott-e felhangzani taps, szoktak-e olyan számban feltűnni különféle transzparensekkel vagy zászlókkal, mint ahogy az ott megjelent különféle társadalmi szervezetek, cserkészek és más emberek tették. Ez nem egy temetésre emlékeztet szerintem. Ha ez a temetés Ákosi Mátyásé lett volna, akkor is tiltakoztak volna? Hát mondjuk a Rákosi Mátyás megítélése miatt azt hiszem, hogy elég sokan tiltakoztunk volna, hiszen, és talán még többen tiltakoztak volna, hiszen az a rendszer, és merem állítani, hogy még az utána következő Kádár rendszer is, szinte minden irányban egy olyan nyomást fejtett ki, tehát kezdve az egyházattól kezdve a polgári ellenzéken át nagyon sok baloldali emberig börtönben ültek. Tehát az biztos, hogy az a fajta tiltakozás, ami most megfogalmazódott, az talán még erősebb lett volna, és ezt jogosnak is éreztem volna. Mi valóban a saját szántunkból csináltuk meg ezt a dolgot, és mondjuk a mérete az egésznek, hogy kb. 100-150 ember volt, és a szervezettsége az mondjuk be is bizonyította, hogy itt nem valamiféle ilyen profi bérmunkáról volt szó, hanem arról, hogy mi próbáltuk.